Imrét, iskolájában. Ezen a kis beszélgetésem. És elsőként arra szeretném kérni, hogy beszéljen nekünk egy kicsit arról, hogy milyen volt Ajka és a gimnázium akkor, mikor ön ide járt. Én 1957-től jártam ide Ajkára, és 61-ben érettségiztem. Amikor az első évet még itt Magyar-Polány felé vezető út mellett voltak ilyen barak-szerű épületek, ilyen felvonulásszerű épületek, ott töltöttük az első évet, és utána jöttünk át ide az állomás közelébe, itt a patak mentén, ami most általános iskola, úgyhogy ott töltöttem a 4 évet, és bejáró tanuló voltam. Szőctől 3 kilométerre van egy határvölgyi lakótelep nevezető, szóval ez egy ilyen bányász lakótelep volt. Most már jó régóta ez egy ilyen szociális otthonként működik, de hát meghatározó volt a gyerekkori élményeimben az, hogy valójában egy erdő közepén éltünk viszonylag szűk, de erőteljesen ipari környezetben. És ez a környezet az inspirálta a későbbi munkáit, a fotográfiákat? Tényleg úgy van, hogy az embernek a fiatalkori érményei, azok nagyon sok mindent meghatároznak. Ez egy érdekes, áttételes dolog lehet, mert ez egy olyan, hogy az embernek a fantáziája tágult egy kicsit ott abba a környezetbe, és amit ott nem sikerült megkapni, azt, minthogyha egész életemben azt kutattam volna, hogy lehet mégis egy ilyen szűk környezetből az életnek a különböző szintereire eljutni, és hogy csoda folytán, hát végül is, hogy fotográfus lettem, mert ez nem egy ilyen menetrendszerű történet. Ezáltal ez a műfaj, ez lehetőséget adott arra, hogy szó szerint hát egy kicsit ilyen világlátó lettem, és azt tudom mondani, hogy amit tanultam, ezt végül is talán a fotográfián keresztül ismertem meg. Szóval, hogy így volt egy ilyen elrugaszkodás nyilvánvaló a gimnáziumi évek után, amikor Pestre kerültem, és akkor irodástechnikát kezdtem el tanulni, és 20 éves koromban akkor megismerkedtem a fényképezéssel, és az már mindjárt annyira magával ragadott, hogy így mindjárt nem csak emlékképeket akartam, vagy volt az emberben egy ilyen vízió, hogy lehetne a világról valami egyedi képeket csinálni, ami persze ez egy ilyen startnak egy nagyon jó indítás, de hát most már tapasztalatból tudom, hogy a fényképezés olyan egyszerűnek tűnik, de mégis, hogyha úgy mélyebben megnézzük, akkor pont az a legbonyolultabb, úgyhogy volt egy ilyen múltszázadbeli fotográfus, aki azt mondta, hogy a fotográfia a legbonyolultabb dolog a világon, de olyan gyermeteg, mint egy zsenge palánta. Úgyhogy amiben, hát arra célzott, amiben itt az előadásomon is sokat, vagy hát próbáltam megvilágítani, hogy van a fotográfiának ez a téridő jellege, és én így ilyen dokumentarista szemlélettel közelítek, és nem üres esztétikumokat akarok létrehozni a fotóimmal, hanem úgymond a saját esztétikámra formálni azokat a jelenségeket, amiket én fontosnak tartok, amit így ellestem a világból. És ezek nagyon szorosak azzal az emberi életnek a sokszínűségével, mert valahogy úgy alakult, nem tudom, ez lehet, hogy adottság, mert sokan fényképeznek, és van, akik
mondjuk tájakat szeretnek, vagy építészeti dolgokat megmutatni, vagy valami. Én nekem meg mindig úgy éreztem, hogy az emberi világ, ami szerintem a legbonyolultabb, mert hát ahányan vagyunk, annyi féleképpen közelítünk a világ dolgaihoz. És az, hogy amikor én így hivatásos fotográfus lettem, akkor egy idő után már saját magam tudtam irányítani azt, hogy olyan helyekre is eljussak, amik úgy különben lehet, hogy nem adódtak volna meg. De így szó szerint mondhatom, hogy fényképeztem már 254-esnek a kabinjába, de mondjuk a tengerek mélyén nem is, de hát az életnek a mélységeit látva, de az mellett meg a kulturális életnek a sokszínűségét is figyelembe kísértem, mert hírügynökségi fotósként akkor a kulturális területen dolgoztam, és akkor így nagy élmény volt számomra, hogy hát így említettem már, hogy az oktatás startkörül eljutva, vagy a színháznak a világába, ahol ez nagyon kezdett érdekelni a mozgásszínházak, így a pantomim, meg a balettnek a világa. És azért a hosszú évekek keresztül jártam a balettintézetbe, és nem gyakoroltam, hanem bemutatni a balett növendékeknek az életét, és valahogy úgy hozta a sors, hogy úgy fiatalon a 70-es évek közepén, akkor pont a WordPress fotón, és hát ezek a balett táncképeimmel nyertem aranyérmet, és ebből következett aztán az, hogy ezen a tanulmányúton eljutottam odáig, hogy akkor alakult meg abban az időben Markó Ivánnak a Győri Balett Társulata, és akkor kezdetektől fogva jártam le hozzájuk, és persze a táncosok szempontjából mindig az előadása fontos, de én mindig a hátteret az én részemre tartottam mondjuk fontosabbnak, és ott voltam velük együtt a próbateremben, és igyekeztem megörökíteni azt, hogy születik a koreográfia, és hogy milyen állhatatos munka az, és hát eleve már a balettnál megtanultam azt, hogy az a látszólagos könnyedség mögött micsoda fantasztikus hát odaadás erő van, amíg a növendékek eljutnak oda. És azért szimbolikusan talán bármely területén, ha valaki alkotó, vagy egy mesterséget tanul, vagy valami, akkor is átélheti ezeket a stációkat, hogy fejlődik. Egy kicsit ehhez kapcsolódna a következő kérdésem. Nekem van egy, vagy számomra van egy ikonikus kép a Acélváros kötetből, egy munkásszállón emeletes vaságyak között. A kép centrumában van egy furcsa mód elegánsan öltözött fehér öltönyös, egy nagyon erős egyéniségnek tűnő férfi. És azon gondolkoztam, amikor ezt a képet néztem, hogy hogyan sikerült a jelenlétet elfogadtatni egy ilyen környezetben, hogyan sikerül ezt a résztvevőséget emberekkel megteremteni. Aztán itt, ahogy hallottam, hogy Markó Ivánnal is dolgozott együtt, hogy valószínűleg a balerinákkal, meg a balett táncosokkal sem lehetett könnyű. Tehát, hogy érje el egy fotográfus azt, hogy azt az arcokat mutatják az emberek neki, ami az igazi arcuk? Hát azt tudom mondani, hogy ilyen feljegyezhető receptet nem tudok mondani, hanem inkább az van, hogy az a egyszerűsége a dolgoknak, az életbe, amikor nem úgy jelenünk meg bizonyos helyeken, hogy úgy tűnjön, mintha mi lennénk a fontosak, hanem nem egy
Bizonyos alázatnak kell lenni ahhoz, hogyha az ember elmegy valahova, mindegy a vendégségbe, és akkor viszont van, hogy megismerik, és akkor kezdetben akár a Győri Balettnál, és hogy volt akár az Ivánnak is olyan, hogy először akarta látni, hogy na mit csinálok, meg minden. És akkor amikor látta, hogy ez emberléptékű, akkor már szabad kezem volt. És akkor elviselték azt is, hogy ott a baletteremben bizony nem csak valahol ott ültem egy helyen, hanem időnként berohantam, mert ott történt olyan, amit ezt így nehéz kívülről a fotográfiát megítélni, hogy most miért ilyen szerencsétlenek a filmekben és a fotósok, akik rohangálnak ide-oda vagy valami. Hát ez az esetlenség, ez mind abból adódik, hogy ők szeretnék szinte belebújni abba a vizuális térbe, ahol zajlik a dolog, és akkor ennek a lényegét kihozni. És ez sokszor tényleg... És szó szerint közel kell lenni, mert az ember tudja, hogy milyen objektíve, milyen világot tud kivenni. Úgyhogy visszatérve az ózdi képre, ahol egy ilyen átmeneti szálláson, ott fekszenek az ágyakon, és van egy úriember, aki egy ilyen világos öltönybe, ami úgy közelről azért egy eléggé viseletes, ilyen szinte posztóra emlékeztető mosott kis zakó volt, meg nadrág, meg minden, hogy ez is olyan, hogy tényleg ezen a szálon különböző szobákban nyitottunk vele, és minden egy ilyen tér, egy új lehetőséget és új kudarcot hordozhat magába, hogy most ott hogy van, tisztában vagyok vele az, hogy most kinyitok egy ajtót, jó, hogy azért ott voltak mögöttem, akik biztosították azt a hátteret, hogy nem idegenként nyitottam be, hanem hogy ott vagyok, meg tudtak róla. És Itt van az, hogy egy ilyen átmeneti állapot, amikor nem tudom, mert most, hogyha úgymond ilyen nagyon protokollális bemutatkozástól kezdve minden megtörténik az először, akkor lehet esetleg eljutni ezen az úton is, de itt tényleg az volt, hogy egy ilyen első rácsodálkozás, és sokszor ha meglátok valamit, akkor már fel vagyok technikailag készülve, hogy körülbelül milyen látószögben vagyok, és akkor milyen expozíció vagy egyéb, hogyha valami így hirtelen történik, akkor nem, és akkor lehet, hogy csak annyi, hogy megemelem a gépet, csinálok egy kockát, és annyi volt, hogy nincsen. És itt volt egy ilyen őszinte rácsodálkozás tulajdonképpen, hogy ki ez az ember, de nem biztos, hogy pont ezt fogalmazod, de a lényeg számomra mindig az, hogy ez utána mit tud sugározni. Úgyhogy, és akkor lehet, hogy utána beszélgettünk inkább egy nagyobbat, lehet fordítva is. Úgyhogy csak az a lényeg, hogy van, amikor megvillannak ilyen lehetőségek, és hogy az ember azzal tud-e élni, vagy nem. A legfontosabb mozzanatok azok mindig ilyenek, mert van, amikor aztán elmegy, és van, amit nem lehet visszahozni. Úgyhogy hiába szeretném most mondjuk a Győri Balettnál meg tudtuk csinálni, hogy mondjuk egy színházi bemutató előtt, mikor nagyon sötétbe ment egy jelenet, akkor esetleg megkértem, hogyha egy bizonyos tánc részbe, mondjuk akár mandarinba, vagy valami, ahol ilyen fantasztikus lepelekkel dolgoztak, és annak is egy ilyen kiszámíthatatlan képi betülete lehet, hogy akkor, ha egy kicsit felhúzzák a világítást, hogy akkor azt a, mit tudom én, milyen táncbetétet, ha még egyszer megcsinálják, mert akkor általában ezek ilyen fotós próbák voltak, akkor tudott élni az ember
ezekkel a dolgokkal, és a fényképezésben az a mondjuk különlegesebb, nehezebb is, meg más mondjuk így a filmmel szemben, hogy a film az snittekbe tud dolgozni, körbe tud járni valamit, egy arcot, vagy kármi, és akkor annak a vetülete az nagyon sokféle dolgot jelenthet. De mi azzal a pillanatszerű fotózással, azzal, hogy kimerevítünk egy ilyen pillanatot, akár egy arcról is annyiféle sugallatot vagy értelmet tudunk akár adni, amiben azért van egy ilyen fotográfusnak egy ilyen felelőssége, hogy ez ne váljon nagyon a modellnek a kárára. Mert szóval lehet karikatúraként is fényképezni egy arcot, viszont ki lehet hangsúlyozni rajta akár egy ilyen belső komolyságot, egy vidámságot, akár egy grotességet, vagy valami, de ahogy fordul ez a dolog, ez mondjuk a képzőművészeti rajzpróbákon, mondjuk hasábok, meg egyebeket fényképeznek ott is, hogy jön a fény, meg akkor egyéb dolgok, ez ugyanígy az arcra is, csak ha lehet mondani, egy kicsit bonyolultabb vonatkozik. Az arcokkal kapcsolatban szeretném kérdezni, lehet, hogy én nem láttam jól, de alig mosolyognak az emberek a képein. Van megint egy nagyon sok kedvenc képünk van, de a 80-as budapesti szakközépiskolának az évzáróján van egy kép, és mindenki annyira elszántan néz a kamerába, hogy megdöbbentett, mert azt gondoltam, hogy itt a szülők talán örülnek annak, hogy a gyerek jön vakációra, hogy ez jellemző volt akkoriban, vagy ezt az váltotta ki, hogy mondjuk fotós? Most lehet azt mondani, hogy akár ez az én rápillantásom volt erre a dologra. Nyilvánvaló, hogy a fotográfus mindig választási lehetősége van, hogy mit csinál, de hát egy adott menüből tud választani. Ez egy iskolának az évzáróján készült ez a kép, és az volt, hogy én ott voltam köztük. És hát úgymond volt egy ilyen várakozási álláspont, amikor még nem tudom, nem kezdődött el, vagy valami, vagy a szülők is, hát a gyermekükért. Nagy egy ilyen figyelem volt, és én ezt a figyelmet használtam ki úgy, hogy még ráadásul meg kellett emelnem egy kicsit a gépet, hogy ott az a vakáció felirat is jöjjön mögötte, és azért, hogy végül én tudtam szeretni ezt a képet, ez pont amiatt, hogy ilyen nagyobb csoportokat fényképezni annyiból nehezebb, hogy van, amikor valaki elrontja, hogyha mondhatom így ezt a képet, mert az én szempontomból mondjuk most lehet, hogy annyira velem foglalkozik a kamerával, vagy valami, és ez egy ilyen őszinte pillanat volt, és akkor itt lehet látni ezen a képen már egész jó, amit így a fotográfia jellemző ebbe a téridő vonulatba, hogy ez már egy olyan időtávlat, amiben a fotográfiának az a lényegisége, az a pillanatszerűsége, ami visszahozhatatlan így a korra, hogy ott már azok az arcokon lehet érezni, hogy milyen más korba éltünk, hogy milyen más volt a ruházat, a hajviselet, vagy egyéb dolgok, amiket mondjuk hát a színház világába tudnak reprodukálni, vagy valami, de így a dokumentarista fotográfiának szerintem hát ez adja a hitelét. Ilyen történelmi fordulópontokat lehetne megragadni. Hogy a metrón ült egy öreg hölgy, még elegáns volt, de van mellett egy ilyen skála a nylon szatyor. És hát az szomorú, tehát hogy ott, mint hogyha ott fordult volna a világ, hát a régi lemondó. Igen, ez egy olyan dolog, hogy amikor élünk egy korba,
minden generáció így van ezzel, akkor olyan természetesnek tűnik az, hogy most így öltözködünk, vagy mit hordunk, vagy valami, és én tényleg próbáltam, mivel, hogy amikor elkezdtem fényképezni már akkor is, hogy ezeket a kor jelenségeket valon tetten élni, akár az utcán, a street photography eszközével, vagy valami, mert ha akarjuk, hanem a világ változik, és az, hogy ezek a konstellációk, ezek mindig változnak, és nem gondolja az ember feltétlenül, hogy mondjuk egy skála, vagy egy Tesco szatyor majd az akkor mit fog jelenteni, mint ahogy az elődeinknél mit jelentett az, hogy mondjuk egy teljes üveget lefényképezett valamelyik fotográfus, és utána azt már kivonták, és akkor egy más, szóval, hogy mit szimbolizálnak ezek a dolgok. Úgyhogy azért a Henri Cartier-Bresson a világnak az egyik leghíresebb fotográfusa volt, a Magnumnak a tagja Franciaországban, most már külön ház őrzi az életművét, és ő is mondta, hogy hát a fotográfus látja igazán azokat a változásokat, amik így zajlanak így az életbe, és az, hogyha ez tudatosul az emberbe, akkor hajlamos arra, hogy ezekből olyan lenyomatokat csinálhat, és ebből összeállhat egy életmű, de a fotográfia az úgy egyébként a maga egyszerűségében mégis olyan, hogy nem záródik ki az a lehetőség is, hogy valaki nem tudatosan csinál értékes képeket, hanem csak csinálja a fényképeit, mint ahogy erre is vannak gyűjtemények most éppen Budapesten a fotográfusok házában, ott a Horusz archívumnak a képeit lehet látni, ami egy olyan gyűjtemény, amit úgy mások eldobtak a kukába képeket, vagy valami, de a fotográfiának az az eredendő, akár egy esetlensége, vagy valami, de a korról nagyon árulkodó dolgok van. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy ma mindenki Facebookon, Instagramon megosztja gyakorlatilag az életét, tehát képekben beszélik el az emberek a világot, ami körülöttük van, hogy ön szerint ez elsilányítja a fotográfiát, vagy kiterjeszti a lehetőségeit? Hát valahol mind a kettőt érzem most, mert szóval nyilvánvaló ez a tömeges jellege a fotográfiának, ez visszahat arra az alkotói szemléletre is, ami van, meg is termékenyíti, meg esetleg egy kicsit hát gyengítheti is. De hát az, hogy mert a trendek, azok mindig ilyen időleges dolgok, és abba önkéntelenül is, meg hát mindig beépülnek azok a dolgok, amik a fotográfiának a technikai változásait is végigkísérték, és most nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon kulcsfontosságú robbanás volt ez a digitalizáció, és tényleg az, hogy eljutott a világ ide, amit éppen Kepes András említette, hogy még a 90-es évek elején még az előrejelzésekben a tudósoknál még egyáltalán nem voltak mindenféle jövőképet, amiket így felvázoltak, hogy majd 2000 körül milyen lesz, hogy abban nagyon sok megvalósult, de az, hogy a telefontechnika ennyit fog fejlődni, erre senki nem gondolt. És tényleg az, hogy most ezen a kommunikációs lehetőségen keresztül megnyílik szinte előttünk a világ és a képi dolgok is. Ez egy érdekes ajándék, és egyszerűen egy ilyen robbanásszerű dolog, mert mikor én elkezdtem fényképezni, de főleg a 80-as évek környékén akkor is említették, hogy
rengeteg kép készül a világon, és ez igaz is volt, mert akkor már sok ilyen kompakt kamera volt, amivel hát a Kodak, ahogy hirdette, hogy nem kell más csinálni, csak megnyomja meg minden. Ez most még megsokszorozódott, és most ez tényleg egy ilyen furcsa világ, mert ennek egy része egy ilyen kicsit ilyen cyber dolog, hogy vannak képek, léteznek, de nem biztos, hogy később is fognak létezni, mert hát ezek a pendrive-ok, egyebek tűnnek, hogy tulajdonképpen most is vannak nyomtatott képek, meg a rendes képek, szóval, hogy ezek most így összefolynak dolgok, de az mellett meg hát jellemző erre a korra ez a dokumentációknak a kiteljesedése a digitalizációval, hogy fantasztikus gyűjtemények vannak, de ezen a hálózatokon keresztül is, hogy bárhova el lehet jutni, hát ezek úgymond hát csodálatos dolgok, de mert itt megemlítem, hogy tényleg a fotográfia, ahogy elindult 1839-ben, amikor francia fotográfus Daguerre a Tudományos Akadémián bejelentette a fotográfiának a lényét, addigra jutottak el oda, amit már előtte is tudtak, hogy vannak lencséken keresztül képzőművészek rajzolásban használtak különböző dolgokat, de akkor jött, hogy tudták rögzíteni ezt a látványt. És akkor felajánlották a világnak, mint egy ilyen ingyenes ajándékot, és a fotográfia elindult. És akkor ez végig egy ilyen a kezdetleges technikai dolgokban, hogy még a krími háborúban mondjuk még hatalmas szekerek mentek, és akkor ott készültek, hogy híres fotó, hogy ágyú kő gurigák vannak, ágyú lövedékek az úton, de már akkor is fényképeztek egyébként azok a hosszú időkkel embereket is, és akkor ez így fejlődött a technikán keresztül, és akkor ez mindig egy ilyen párhuzamos dolog volt, hogy akár, hogy mi az, ami a kommunikációt szolgálja, és akkor egyből akkor a művészet területére, ahogy ő bement, de érdekes módon a fényképezésnek a kezdetén is, hogy akkor nem annak örvendeztek, mint ahogy a mai napig ez ugyanígy van, hogy a fotográfia egy ilyen különleges lehetőség ezzel a téridő dologgal, hanem a fotográfia kezdett hasonlítani a képzőművészetre, egy ilyen piktorizált képeket kezdte készíteni, nyilván azért, hogy a képzőművészet világába, mint művészetet el tudják fogadtatni. És ez a sajátos kettősség, ez a mai napig is él. És most ez a digitalizáció, ez még nagyon felfokozta, meg színesíti a képet. De egy biztos, hogy a vizualitásnak a korába élünk, aminél nem fordulhat már szerintem olyan könnyen elő az a dolog, ami Szabó Magda, amikor Femina díjat nyert Párizsba, és akkor a Liberation magazin engem kért meg, hogy csináljak a Szabó Magdáról az Ajtó című munkájával a kapcsolatban egy képanyagot, amit az ottani nagy megemlékezés, az interjúhoz használtak fel több oldala. És akkor elmentem hozzá, és akkor próbáltam kutatni, hogy hát az Ajtónak a fő hősnője az Emerence, aki hát egy bejáró nő volt, és hogy hát mi maradt utána. És akkor hát én a képi kapaszkodókat kerestem azon kívül, hogy mondjuk hát Szabó Magdát fényképeztem, és akkor hát
Az emerenszről egy olyan kép maradt, amin a lábai látszanak, és a kutya, ami a Szabó Magdának a kutyája volt, és csak így a lába maradt, semmi más nem maradt tőle. Ez nem maradt. Úgyhogy hogy most úgy gondolom, hogy bár éppen az egyetemen egy évvel ezelőtt volt egy hallgatónak egy ilyen doktori beszámolója, aki ő meg azon filozófált, hogy lehet, hogy az unokáink már nem fogják látni a kép másunkat. Én ezt tagadtam, vagy valami, de ő erre arra gondolt, amit itt meglebbentettünk, hogy valójában ez a digitális világ, ez is lehet mulandó is, mert sok minden el fog veszni. De nyilván sok minden megmarad, és az én elképzelésem az ezekről a dolgokról, hogy nyilván az emberek a technikának ezen a szintjén mindig megtalálják azokat a újratervezési dolgokat, amikkel a fontos dolgokat majd meg fogják tudni átmenteni, vagy meg akár egyéb dolog. Az a privát világ, az meg mindenkinek magán múlik, vagy akár, mint ahogy eddig is, vagy a családi képeinket esetleg kidobták, és akkor annyi volt. Úgyhogy érdekes világ. Nagyon szépen köszönöm. Én most átadnám a szót a diákoknak, hogy ők is hadd kérdezzenek. De az előadás során említette, hogy 20 éves korában kezdett el fotózással foglalkozni, és ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy minek a hatására. Szóval mi ez az életesemény, ami tényleg kiváltotta? Kispesten laktam akkor, már innen érettségi után említettem, felkerültem Pestre, ahol én végül is ott születtem. És közvetlenül a háború után akkor édesapám itt kapott állást, ő vegyész volt, és akkor egy laboratóriumot vezetett, ahol a bauxit ércet vizsgálták. És amikor érettségi után Pestre mentem, ahol hát rokonaimnál laktam albérletbe, akkor ott egy alkalommal fényképeket készítettünk egy ilyen kis kertes, kispesti kertes háznak az udvarán, és akkor ez nagyon megtetszett, hogy hát milyen jó pofa dolog ez, utána előhívtuk és minden, úgyhogy hogy akkor én megvettem az unokatestvéremtől ezt a gépet, hát pár száz forint volt, akkor nem volt ezt a kis Altix gépet, amivel elkezdtem fényképezni, és mindjárt az első tekercs filmet bevittem egy vállalatnak a szakkörébe. És akkor ott találkoztam olyan kollégákkal, akik segítettek előhívni ezt a filmet, és akkor belecsöppentem mindjárt egy olyan közegbe, ahol ilyen fiatal emberek szerettek volna hát alkotó fotográfusok lenni, és akkor mi is elkezdtünk. Kialakult egy ilyen baráti kör, hogy mentünk a különböző helyekre, a Pesti utcán, sőt még ilyen vidéki kirándulásokat is szerveztünk, hogy fotókat tudjunk készíteni. És akkor a nagy vágyunk az volt, hogy na majd a Budapesti Fotóklub, ahol akkoriban még az volt, hogy valami neves fotográfus ajánlotta, hogy vegyék fel tagnak, úgyhogy ma már ilyen mesébe illő történet, mert ha van valahol ilyen, akkor mindenkit felvesznek, sőt ezek a közösségi helyszínek most már hát szinte meg is szűnnek, hát más formák alakulnak ki a kornak megfelelően. Úgyhogy ez a egyszerű kis fényképezés változtatta meg az életemet, mert
említettem már a vetítés alkalmával is, hogy versenybiciklire gyűjtöttem, ami annyi volt, hogy már volt egy kormányom, egy váz, meg egy sebességváltó, meg akkor ilyen. És akkor azt a pénzemet erre költöttem, és akkor nem lett versenybicikli. Úgyhogy de nem bántam meg. Mi sem. Bár nem tudjuk, hogy olimpiai bajnoki címek lettek volna. No, ki szeretne még? Ezek, hogy ezt említette, hogy... Most hát az lenne a kérdésem, hogy hány fényképet készít mondjuk egy ilyen utazás során. Mert azt említette, hogy mondjuk egy új ország vagy egy új kontinensre ér, akkor szinte azt se tudja, hogy hova nézzen, és hogy bármit le tud fotózni. És akkor ilyenkor kiszűri magának azokat a képeket, ami portréinak készül, vagy csak azokat készíti el. Hát, vagy már tudja, hogy nem, valójában szóval nem kibondottan csak úgymond portrékat készítek, hanem az élet viszonylatokat, hogy ami aztán a képeimnek a többségében tényleg úgy lehet mondani átvitt értelemben olyan portré jelleget ölt, mert valahogy úgy szerettem azt, hogyha a legkommunikatívabb dolog az szerintem az emberi arc, és az, hogy a képeken egy ilyen egy képen, hogy látunk egy arcot, és akkor sokszor annak a tekintete meghatározó, és én szeretem is azokat a kapott tekinteteket, ami sokszor nem csak egy ilyen kikényszerített, de akár mint ahogy az ózdiképnél vagy valami, hogy volt egy ilyen pillanat, amit megrökítettem, vagy az utca forgatagába, én megy valaki, én valahol ott vagyok, és akkor szinte örülök neki, hogy abba a folyamatba egyszer csak valaki rám néz. Van egy kontaktus, ami a képeknél az szinte behúzza a szemet, és akkor az én törekvésem mondjuk az, hogy a képen, hogyha mondjuk hát a Leica típusú fényképezőgépnek, hát az van egy ilyen képmezője, mivel hogy nem vágom a képet, akkor ez egy izgalmas játék, az, hogy ezt úgymond bebútorozni, és egy mozgás folyamatban, hogy mit hova teszek, mert ez ilyen látszólagos nyilvánvaló, hogy akik ilyen képeket látják, hogy gondoltak, na, szerencséje volt a fickónak, mit tudom én, lőtt. Lehet szerencsére, és én játszok is erre a tudatos dologra, de az, hogy helyezem fel vagy azokat a figurákat, az a játék lehetőség, és azok, amik megismételhetetlenek, hogy most hova teszem, és akkor, hogyha az a kép jó sikerül, nekem se az, hogy technikailag sikerül lehet akár mindegyik képem is, hanem csak képileg az, hogy ez a konstrukció hogy áll össze. Van, amikor összeáll, és mégis semmit mondó a kép, nem jön át valami. És van, amikor pedig valami arcon, meg a tárgyi világon keresztül valamit megérzek, hogy az több annál, mint amit esetleg gondoltam. Mondjuk ez egy panoráma kép, amelyik itt van, de ennél pont azt használtam ki, hogy ez a hosszú dolog itt a szigeten, a nagy színpad előtt, hát van ez a karám, ahol a koncert közönség elhelyezkedik, és ez itt most már szinte meg se tudnám ezt csinálni, mert mindig változnak ezek a dolgok, hogy mikor, mert általában egy-két számra, három számra beengedik a sajtot, és most már annyian fényképeznek, hogy van, amikor 200-an vagy minden bemennek, és akkor lemegy a szám, akkor kihajtják őket. És amikor én ezt fényképeztem, akkor is ez a biztonsági szolgálat, de így szimbolikusan egy ilyen egész ilyen, hát ilyen durva karám helyzet alakult ki, ahogy megjelennek itt ezek, és akkor egy mozgás van benne. És akkor az, hogyha van egy figura, hogy az honnan indul el,
akkor az embernek az agya az jár, hogy most hogy jobb, hogyha megvárjam, hogy még ide ér, vagy oda, vagy valami. Szóval, hogy mindig az embernek jár az agya, hogy kalkulál, hogyan. És az ilyen csendesebb képeknél meg a nagyobb dolog az inkább az, hogy most ezt hogy tudom megcsinálni, hogy nyilván elég közel vagyok, gondolom, ami legalizális, viszont hogy az a figurám az most ne csak nekem jelezzen, hogy ott van, hanem hogy maradjon meg az az emberi arcnak az a belső csendje, ami van, és akkor ezen belül is, hogy hol, és hogy közben jönnek, mennek, hogy mi az, ami esetleg izgalmassá teszi, hogyha belóg egy ember, vagy nem, vagy az, hogy ide teszem egy kicsit, a perspektíva számít, hogy alulról fényképeztem, és itt csak megjelennek ezek a kiúrosok a fekete ruhába, és akkor ők vannak kiemelve. Úgyhogy minden kép egy külön játék lehetőség, és számomra ez ami izgalmassá teszi a fényképezést, úgyhogy hogyha a sakkjátszmához hasonlítjuk, akkor ez egy olyan, hogy nagyon sok lehetőség van, de mégis van egy alaphelyzet. Hogy az alaphelyzetben, hogy különböző elemekkel tud az ember izélni, hogy fekete-fehérnél eleve van az, hogy a világos fekete foltok, akkor van egy, mondjuk mint itt, akár ez a rácsodat, egy vonalrendszer, ezen belül megjelenő emberek, és az nem mindegy, hogy áll össze ez a kép. És legtöbbször valami hangsúlyozódik valami miatt. Akár itt ez, hogy innen viszi, hogy az ember titokba elindítja a szemet valahol, hogy tudjon a néző pásztázni azon a vonalon. Ezek ilyen esti dolgok. Ebből csak azt, mint érdekességet mesélem el, hogy ez a fiatal ember eltett, nem tudom, 15-20 év vagy valami, aztán közvetíték útján rám talált, aztán akkor írta, hogy nem tudom, hogy szeretne egy képet, és szabadkozott, hogy ma azóta komoly ember vagy lettem, hogy itt egy ilyen nagy kukán ott az éjszakában szívó magát, úgyhogy így a szigettel kapcsolatban sok ilyen jó élményem van, hogy eltelik nem tudom hány év, és akkor valaki ráakad, és szerencsére nem a világnak az a durva része mutatkozik meg, hogy most azért haragudnának, mert hogy fényképet csináltam, hanem inkább méltányolják azt, hogy akkor fiatal koruknak egy bizonyos fázisában egy szép emlékük van arról az időről. Akkor úgy képzeljük el az utadat, hogy az úti pótyászaid nagy része az inkább a nyersanyag, és nem a ruháid, hiszen filmet nem tudsz mindenhol vásárolni. Hát igen, szóval ez így végigkísérte ezeket, főleg a külföldi utazásaimat, hogy mindig a hátizsákon vagy, hát régebben jártunk ilyen nagy fotós batyukkal vagy egyéb, de én azt soha nem reszkíroztam, hogy a bőröndömbe tegyem a filmet. Egyrészt az, hogy régebben még voltak olyan röntgenek, mondjuk akár Kubába is, hogy az egész anyagodat tönkre tudták tenni, mert olyan röntgengépek voltak, ami nem védte meg a filmet, a másik meg, hogy el ne vesszen. És mert az előfordul az embernek, hogy esetleg a csomagját elviszik, legtöbbször megkerül, de eltelik pár nap, úgyhogy mindig a kézipodgyászomba vittem
a gépeimet, és egy ilyen külföldi útra, hát legalább 3 géppel megyek most is, még amikor már mehetnék egy telefonnal is, de én már végig akarom csinálni ezt a versenyfutást, amit így a fotográfiában különböző sorozataimmal csináltam, és akkor általában mindig van a Nikon F3-as gépem, amivel csinálom ezeket a filmes feketéket, akkor ez a horizont, ami a panorámákat, és akkor van már nekem is egy digitális gépem, amivel meg könnyedebb dokumentum jellegű, meg szinte ilyen beszámolót, amit régebben esetleg slideshow-ba emlékképp csináltunk, de ez nem jelenti azt, hogy engem nem érdekelne úgy a színes fényképezés, csak ebbe a világba nőttem bele, a fekete-fehérbe, itt érzem, hogy nagyon érzékenyen tudok reagálni bizonyos dolgokra. A színesnél meg mindig én is magamnak időnként nagyítatok egy pár dolgot, és van egy kis házi gyűjteményem, amik között szerintem vannak jó dolgok is, csak mikor döntenem kell, hogy egy kiállításon bemutatok vagy valamit, akkor mindig maradok ennél. Mert a logika is ezt kívánja, mert hosszú éveket így összekötni. Annak ellenére, hogy már 1976-ban is, amikor először voltam Vietnámban, akkor is csináltam színes képeket. Tehát akkor az utólagos fekete-fehér itt, és az nem játszik. Az nálam erkölcsi dolog, hogy lehet csinálni ezt, vagy az, csak nem, én ezt magam felé, mert nyilván ma annyira természetes, hogyha valaki a digitálisban akarja most feketét csinálni, vagy méne csinálhatná, vagy ugyanígy vagyok egyébként, hogy a digitálisnál már nem tartom azt feltétlenül ilyen ortodox dolognak, hogy ott nem vágom meg esetleg egy kicsit azt a képet. Mert az olyan, de a film az más, mert az egy ilyen materiális dolog. Hogy... És az marad még a film? Tehát, hogy nekem úgy tűnt, hogy majd az ofotérben nem lehet kapni. Hogy... Nem, hát már ofotérben nem lehet. Most hála Istennek még van éppen. Tegnap szóltak oda, hogy megvan a következő 30 tekercs filmem, amin én most már csak azért kell nagyon odafigyelni, mert lehet, hogy eltelik egy hónap, mire behozzák. Úgyhogy az Ilfordnak van még ott Pest környékén egy lerakata, ahonnan hozzák a filmjeimet, és csak mindig igyekszem, hogy ne fogjak ki teljesen, meg hogyha főleg, ha egy nagyobb útra megyek, most meg már a szigetre is készülődök, meg akár egyéb, hogy nehogy utolsó pillanatban maradjak film nélkül. Akkor ha megengeded, én megválaszolom a fiatalembernek a kérdését, mert ugye azt kérdezem, hogy mennyi képet készítesz. Ja, bocsánat. Válaszoltál rá, csak hát ugye itt a nyersanyagból adódóan sem lehet sok képet készíteni. Te kérdezted, nem? Hogy mennyi? Ja. Tehát azért itt meg kell gondolni a filmes technikánál, hogy mikor nyomjuk le az exponálogumot. Pláne azért, mert a kézipodjázban kevés film. De hogy kiegészítsem ezt a dolgot, köszönöm, mert hajlamos vagyok, hogy így elkalandozok, aztán másod kötöm ki. Hogy tényleg úgy van, hogy maga ez a digitális technika, ez magával hozta azt, hogy hát rengeteg képet csinálunk, mert élünk azzal a lehetőséggel, és tényleg én, hogy az a bizonyos véletlent is megpróbálja az ember, ezt majd utána ki tudja törölni. De valahogy én, amikor elkezdtem fényképezni, és főleg amikor hivatásos lettem, és akkor ki kellett adni a filmeket a kezemből, és akkor arról hát készült egy kontakt, amit azért legtöbbször én vágtam össze hatosával, meg néztem össze, hogy minél tömörebben próbált az ember, hogy ne, szóval, hogy már ott így
meghatározni, hogy minél egyszerűbb legyen választani mondjuk a szerkesztőnek, és az is, hogy hogy néz ki. És a Digitnél meg most tényleg nincsen gond, mert utána kit törli az ember, és úgy van, hogy én akkor szégyeltem is volna, hogyha nekem olyan sok rossz kockám van. Úgyhogy azért annak idején hát szívesen nézegették a kontaktjaimat a kollégák is, mert elég szigorú voltam. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Igazán. Köszönöm én is. Nagyon sokat tanultunk, és nagyon sok megismerettünk erről a világról. És köszönöm a itt lévő fiataloknak is kérdéseket, a jelenlétet. Nagyon köszönöm.